Egyre több webáruház kínál akciós kuponokat, amelyekkel az átlagosnál jóval nagyobb kedvezményeket ígérnek. A békéltető testületeket is egyre gyakrabban keresik fel az ezekhez kapcsolódó problémákkal, ezért nem árt körültekintően vásárolni. És hogy hogyan, arra fogunk most választ találni. Méghozzá Göröndeinél dr. Balmasz Katalinnal, a megyei békéltető testület elnökével. Kezdjük, csókolom, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Kupongyűjtő oldalak, ha jól tudom, akkor főként ez okozhatják a problémákat, nem? Igen, ha a fogyasztó nincs kellően tájékozott, nem néz utána a dolgoknak. Örökösen azt tudom mindig mondani, hogy tudatosan vásároljunk. Itt ez különösen nagyon fontos, hogy anélkül, hogy el is elolvasnánk az általános szerződési feltételeket, amiket úgy simán, automatikusan beixeljük, hogy azt tudomásul vettük, de nem ártana, ha tényleg elolvasnánk. Ugyanis ott derül ki az, hogy mire vonatkozik, lényegében ez egy elektronikus utalvány, egyfajta fizetőeszköz, bizonyos kedvezmény felhasználására, illetve egyfajta közvetítő tevékenység, hiszen ezek a kuponos oldalak sosem egy konkrét terméket vagy szolgáltatást kínálnak, hanem egy másik vállalkozásnak a szolgáltatását, a termékét kínálják, és erre adnak kedvezményt azáltal, ha ezt a kupont megvásárolom. Tehát olyan azért gyakran előfordul, hogy feltartja a kezét az ilyen kupongyűjtő oldal, hogy ez nem az én szolgáltatásom, tehát én kapcsolatban állok azzal az adott szolgáltatást végzővel, és ő szabja meg, hogy azokat a kuponokat milyen keretek között lehet felhasználni. Igen, akkor tisztázzuk. Tehát, hogyha magával a kupon vásárlással van kapcsolatban a problémánk, akkor nyilván, hogy a kuponos internetes oldal az, aki felel ezért. Itt milyen problémáim lehetnek? Hát mondjuk el akarok állni a szerződéstől, mert meggondoltam magam, mégsem éri meg nekem ezt a kedvezményt igénybe venni, mert esetleg, ha konkrétan annál a cégnél vásárolom meg közvetlenül, akkor esetleg még jobban is járok. Tehát amíg fel nem használom a kupont, és ez 14 napon belül van, akkor mivel hogy ez is internetes vásárlásnak számít, tehát erre is ugyanúgy vonatkozik az elárás joga. A másik dolog, hogy ha kuponnal vásárolok bármilyen kedvezményes szolgáltatást, illetve terméket, arra pedig ugyanúgy vonatkozik egy jó tárás, ha hibás a termék, vagy a szavatosság, vagy ha nem megfelelő minőségű, vagy tehát ugyanazok a, mint hogyha magától a áruháztól vásároltam volna, annak ellenére, hogy közvetítőtől vásároltam, de ilyen esetben nem a kuponos internetes oldallal kell ezt rendeznem, hanem közvetlenül azzal, aki a szolgáltatást nyújtotta. Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy nem értékelődik le azáltal a szolgáltatás egyáltalán, hogy én mondjuk kuponnal olcsóbban vásároltam. Nem, ez egyfajta marketing fogás az áruházak részéről, különösen egyfajta reklámtevékenység, mondhatnánk azt is. Sokkal kifizetődőbb egy induló cégnek, egy kisebb cégnek kuponos áruházon keresztül bevezetni a termékét, mint önállóan reklámtevékenységet folytatni azért, hogy a termékeit megismerjék. Mennyiben kedvelt mostanság egyébként a kuponozás, úgymond? Hát az internetes kuponozás hihetetlen mennyiségben történik, ha az vásárló, tehát az összes összeget ráfordítást nézzük, de ha azt nézzük, hogy korábbi években ez sokkal nagyobb volt számarányban, lehet, hogy az árbevétel tekintve kisebb volt, de számarányban nagyobb volt, most már talán kicsit letisztult a piac. Vannak különféle kuponnapok is. Ez is egyfajta ilyen közvetítői szolgáltatás, ugye? Igen, itt nem kell összetéveszteni a internetes áruházon, mert ott én magam vásárolom meg a kupont. Ezeken a kuponos napokon meg általában egyfajta újság megvásárlásával, vagy vásárolok egy üzletbe, és akkor bizonyos felragasztható kis bélyegeket kapok, aminek a felhasználásával meg tudok vásárolni egy terméket. Lényegében ez is ebbe a körbe tartozik. Itt szoktak lenni problémák? Igen. Itt arra kell figyelni, hogy mindig nézzük meg, hogy az adott kupon mire vonatkozik. Ilyen probléma szokott lenni, hogy
Úgy gondolja a fogyasztó, hogy az üzletben van más akció, hogy akkor azt az akciót is figyelembe veszem, meg még figyelembe veszem, vagy igénybe veszem a kuponnak a 20%-os kedvezményét is. Általában ezek a kedvezmények nem vonhatók össze. Aztán arra is figyelni kell, hogy arra a termékre vonatkozik-e, amit én meg akarok vásárolni, mert kicsi a felület, tehát nem minden tájékoztató fér rá erre a bizonyos kuponra magára, így ezért minden esetben olvassuk el a részletes tájékoztatást, a promóciós felhívást, hogy mire vonatkozik, nehogy a pénztárnál szembesüljünk azzal, hogy pont az a termék nem esik bele a kuponos kedvezménybe, amit mi megvásárolni akartunk. Aztán olyan probléma is szokott lenni, hogy az árfeltüntetésnél nem derül ki, hogy már a kuponos ár van feltüntetve, vagy a pénztárnál vonják le belőle a kedvezményt, tehát erre is figyeljünk oda. Tehát mindig csak azt tudom mondani, hogy akkor járunk igazán jó ezekkel a kedvezményekkel, ha kellően körültekintőek vagyunk, és utána nézünk arra, annak, hogy mi az, amire fel tudjuk használni. Mi történik akkor, hogyha mondjuk kezembe akad egy szórólap, és azt látom rajta, hogy a szórólap felmutató 10% kedvezményt kap a vásárlás árából, viszont hogyha a pénztárnál járok, akkor pedig azzal szembesülök, hogy mondjuk adott termékekre nem vonatkozik az a bizonyos kedvezmény. Ilyenkor mi a teendő? Kinek van egyáltalán igaza? Attól függ, hogy ezen a bizonyos szórólapon rajta van-e az, hogy a részleteket megtalálja az internetes felületen, vagy olvassa el a üzletünkben a részleteket. Ha ez rajta van, akkor nincs gond, mert akkor mi voltunk nem kellően körültekintőek. De ha ez nincs rajta, abban az esetben viszont fennállhat, hogy tisztességes kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütközik a tevékenység. Ha ilyen gyanunk van, akkor írjunk be a vásárlókönyvébe. A vásárlókönyvéről el kell mondani, hogy az minden üzletben olyan helyen kell elhelyezni, ahol a fogyasztó anélkül hozzájut, hogy azt el kellene kérnie az üzletnek az alkalmazottjaitól. Összességében mi mondható el, hogy a kuponos vásárlás kapcsán panasszal fordulnak önökhöz, akkor általában ki ért félre valamit, vagy ki a vétkes, tehát a szolgáltatás nyújtó, vagy az igénybevevő? Akik eddig hozzánk fordultak, konkrét ügyünk nem volt még, tanácsadás szintjén fordultak a megyei békeltetőtestülethez kuponos ügyekben. Általában a fogyasztó nem volt kellően felkészült erre a fajta kedvezményes vásárlási lehetőségre. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm a lehetőséget.